Jesus.
Szeretettel köszöntöm ballagási és tanévzáró értekezletünk ünnepénk valamennyi résztvevőit. Tisztelettel köszöntöm a megjelent kedves szülőket, nagyszülőket, kedves vendégeinket, kedves munkatársaimat és benneteket, kedves gyerekek. Megnyitóként hallgassuk meg a himnuszt. Osztályos tanulóink búcsúztatása következik.
kollégeim, kedves tanáraim, diáktársaim! Elérkezett az a nap, amikor a hosszú éveken keresztül összekovácsolódott közösség felbomlik, szétszóródik. Mai napon utoljára vagyunk együtt, utoljára állunk itt közöttünk. A 8 év eltelt, együtt voltunk jóban, rosszban, rúgban, felszabadult nevetésben, vitákban, harcokban és megbékélésekben, gondban és örömben annyi éven el. Örülünk, ugyanakkor fájdalmas a búcsú. Ki tudja, mikor találkozunk ismét. Átléptük az iskola küszöbét, egy új, egy ismeretlen környezetbe kerülünk, ahol új társakra, barátokra találunk majd, hiszen ez az élet mentje. Szeretnék köszönetet mondani magam és 8. osztályos pajtársaim nevében tanítóinknak, tanárainknak, akik mérhetetlen türelemmel és odaadással segítettek, hogy megismerjük és eligazodjunk a világ sejtelmeiben. Kérem, bocsássák meg nekünk sok csíntevésünket, bosszantásunkat, és maradjanak meg emlékezetükben a legszebb, legjobb együtt töltött tanórák, kirándulások, együtt átizgult versenyek élményei, emlékei. Köszönet azért, hogy indulásunkhoz oly sokat adtak, hogy Várnai Zseni szavai valóra válhassanak. Pár év csupán az idő végtelenjén, pár pillanat, de mély pillanatok. Így születnek a mindenség ölében új üstökösök, napok, csillagok. Köszönöm Szabolcsot, egész között. Kedves iskolatársaink, most búcsúzunk és elmegyünk, a mi időnk lejár. Búcsú szavaim úgy intézem hozzátok, hogy elevenen él bennem a tavalyi évzáró, amikor így kedve néztük a ballagó 8-osokat. Kérlek, ne tegyétek most is ugyanezt. Örüljetek, hogy még itt maradtok a megszokott, kedves iskolában. Tanuljatok, játszatok, nevessetek sokat. 8 évvel ezelőtt szorongva léptünk ide, ami most már az otthonunk. És most fájós szívvel hagyjuk el, és újra szorongva lépünk majd be egy új kapun. Azt kívánjuk, továbbra is szerezetek iskoláknak, csapatunknak új érdemeket, öregbítsétek kedves iskolánk hírnevét. Megígérjük, hogyha szétszéledünk is, az együtt töltött 8 év emlékeit, örömeit, bánatokat.
kedves gyerekek! Elismerő okleveleket szeretnék átadni azoknak a tanulóinknak, akik az tanévben tanúsított kiváló tanulmányi eredményt és példamutató magatartást mutattak. Kérem, a nevek olvasása után gyertek ide és vegyétek át az elismerő okleveleket. Virág Anna Mária, második osztályos tanuló. Horváth Balázs, harmadik osztályos tanuló. Mohai Zsuzsanna, harmadik osztályos tanuló. Kaspari Anita, harmadik osztályos tanuló. Maláti István, harmadik osztályos tanuló. Dombi Csaba, negyedik osztályos tanuló. Hunyadi Eszter, negyedik osztályos tanuló. Hatai Péter, negyedik osztályos tanuló. Pámer Éva, negyedik osztályos tanuló. Séta József, negyedik osztályos tanuló. Rudolf Kornélia, negyedik osztályos tanuló. Varga Etelka, negyedik osztályos tanuló. Balázs János, ötödik osztályos tanuló. Iling Ferenc, ötödik osztályos tanuló. Rotler Violetta, ötödik osztályos tanuló. Buják Renáta, ötödik osztályos tanuló. Rudolf István, hatodik A osztályos tanuló. Binder Balázs, hatodik A osztályos tanuló. Lehőc Irén, hatodik B osztályos tanuló. Neider Kornélia, hatodik B osztályos tanuló. Sós István, hatodik B osztályos tanuló. Molnár Gábor, hetedik osztályos tanuló. Pámer Melinda, hetedik osztályos tanuló. Halász Andrea, nyolcadik osztályos tanuló. Bence Brigitta, nyolcadik osztályos tanuló. És végül Sós Andrea, nyolcadik osztályos tanuló.
következő tanulóknak könyvjutalmat szeretnék átadni. Horváth Zoltán első osztályos tanulónak kiváló tanulmány eredményéért. Kövecses András első osztályos tanulónak kiváló tanulmány eredményéért. Neider Dóra első osztályos tanulónak példamutató tanulmányi és közösségi munkájáért. Halbrucker András második osztályos tanulónak a közösségben vállalt feladatok kimagasló teljesítéséért. Merz István második osztályos tanulónak közösségi munkájáért és példás szorgalmáért. Király Anikó második osztályos tanulónak közösségi munkájáért és példás szorgalmáért. Lehőc Ibolya tanulónak az osztályba végzett munkájáért. Horváth Szilvia harmadik osztályos tanulónak az osztályban és a színjátszó szakkörben végzett eredményes munkájáért. Köteles Henriettának a diákotthonban végzett kiemelkedő munkájáért. Horváth Balázs harmadik osztályos tanulónak az osztályközösségbe végzett munkájáért. Merz Zsófia tanulónak az osztályközösségbe végzett munkájáért. Straubinger Katalin harmadik osztályos tanulónak az osztályba végzett munkájáért. Maláti István harmadik osztályos tanulónak eredményes színjátszó szakköri munkájáért. Szakállal Zsuzsanna harmadik osztályos tanulónak példamutató közösségi munkájáért. Mohai Zsuzsanna harmadik osztályos tanulónak példamutató tanulmányi és közösségi munkájáért. Kaspari Anita harmadik osztályos tanulónak az osztályban és a napközi otthonban végzett közösségi munkájáért. Dózsa Anitának a diákotthonban végzett kiemelkedő munkájáért. Rudolf Kornélia negyedik osztályos tanulónak a Móra könyvklubban végzett eredményes munkájáért. Pámer Éva negyedik osztályos tanulónak jó tanulmányi munkájáért és a színjátszó szakkörben végzett tevékenységéért. Varga Etelka negyedik osztályos tanulónak jó tanulmányi eredményéért és a színjátszó szakkörbe végzett munkájáért. Hunyadi Eszter negyedik osztályos tanulónak a napközi otthonban és a színjátszó szakkörbe végzett eredményes munkájáért. Dombi Csaba negyedik osztályos tanulónak
jó tanulmányi eredményéért és a színjátszó szakkörben nyújtott kiemelkedő munkájáért. Hatai Péter negyedik osztályos tanulónak a Móra Könyvklubba végzett eredményes munkájáért. Szvoboda Ágnes ötödik osztályos tanulónak a Napközi Otthonba végzett közösségi munkájáért. Havasi Viktória 5. osztályos tanulónak a Móra Könyvklubba végzett eredményes munkájáért. Huják Renáta 5. osztályos tanulónak a Móra Könyvklubba végzett eredményes munkájáért. Gulácsi Géza 5. osztályos tanulónak az osztályközösségbe végzett munkájáért. László Andrea 5. osztályos tanulónak az osztályközösségbe és a Napközi Otthonba végzett munkájáért. Kaspari Károly 5. osztályos tanulónak az osztályközösségbe végzett munkájáért. Károly Kornél 6. osztályos tanulónak jó sport teljesítményéért. Nagy László 6. osztályos tanulónak jó sport teljesítményéért. Horváth Anikó 6. B-osztályos tanulónak a Napközi Otthonba végzett közösségi munkájáért. Sós István 6. B-osztályos tanulónak kiváló tanulmány eredményéért, közösségi munkájáért és szakköri tevékenységéért. Neider Kornélia 6. B-osztályos tanulónak jó tanulmányi munkájáért és a közösségbe végzett tevékenységéért. Száraz Anikó 6. B-osztályos tanulónak egész évi kitartó munkájáért. Martos István 7. osztályos tanulónak a horgászakkörbe végzett eredményes munkájáért. Varga Andrea 7. osztályos tanulónak példás szorgalmáért és sport teljesítményéért. Kispál Erika 7. osztályos tanulónak sport teljesítményéért. Mészáros Natália 7. osztályos tanulónak példás magatartásáért és szorgalmáért, valamint a matematika szakkörben végzett kitartó munkájáért. Molnár Gábor 7. osztályos tanulónak példás magatartásáért és szorgalmáért, jó tanulmányi eredményéért, kiváló sportteljesítményéért, valamint a matematika szakkörbe végzett eredményes munkájáért. Száraz Magdolna 7. osztályos tanulónak a Napközi Otthonban végzett közösségi munkájáért. Fritz Norbertnek a Diákotthonban végzett kiemelkedő munkájáért. Molnár Szabolcs 8. osztályos tanulónak példamutató magatartásáért és szorgalmáért. Halász Andrea 8. osztályos tanulónak az osztályközösségbe végzett lelkiismeretes munkájáért.
Lecser János, 8. B-osztályos tanulónak az osztályközösségbe végzett jó munkájára. Bence Brigitta, 8. B-osztályos tanulónak példamutató szorgalmáért és magatartásáért. Sós Andrea, 8. osztályos tanulónak rajz egyéni pályázaton elért eredményéért. Wolf Andrea, 8. osztályos tanulónak a rajz egyéni pályázaton elért eredményéért. Tóth Eszter, 8. osztályos tanulónak a rajz egyéni pályázaton elért eredményéért. Bogdán Erzsébet, 8. osztályos tanulónak a rajz egyéni pályázaton elért eredményéért. Mielőtt a tanévet bezárom, megköszönve a kedves szülők, munkatársaim, a községi tanács és a gazdasági szervek munkámat segítő támogatását, minden kedves régi és mai tanítványom megbecsülését és szeretetét, búcsúzom és további jó munkát kívánok. A tanévet a szózattal zárom. Thank you.
iskola.